kicsit meglepett, hogy nekem kellett lőni kettőt is, mert inkább azt szoktam meg, hogy rám lőnek. Ez egy üdítő kivétel volt, de nagyon jó itt lenni, kellemesek az illatok is. Én nem is szeretném sokáig visszatartani a társaságot attól, hogy élvezze a piactér nyújtotta lehetőségeket. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Angela elmondta, immár 160 éves, körülbelül 4000 tagot számlál. Vállalkozások piacra vezetésétől kezdve az érdekvédelméig nagyon sok pozitív feladatot vállalt magára. Tehát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a főváros régóta meghitt kapcsolatban élnek és dolgoznak egymás mellett. Már kerületi polgármester koromban Óbudán én voltam az első kerületi polgármester, aki a kamarával megállapodást kötött, de fővárosi szinten jelenlevő Szatmári Kristóf felnök úrral 2011. januárjában írtuk alá az együttműködési megállapodást, ami már eddig is nem elhanyagolható eredményekre vezetett. Ha valaki attól félt volna, hogy itt valami kampánybeszédet fog hallani, ennek kellemes meglepetésben lesz része, ilyen nem lesz. Annyit viszont szabad elmondani, hogy Budapest kétségtelenül amerikai és egyéb nemzetközi protokollisták szerint komolyan lépkedett előre az élhető városok sorrendjében az utóbbi években. Ez köszönhető a fővárosnak is, és köszönhető a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának is, azoknak az iparban, kereskedelemben, szolgáltatásban, kézművességben dolgozó embereknek, akikért érdemesnek tartják ebbe a városba jönni. Hozzáteszi a város is a magáét, hitem szerint legalábbis én ebben az illúzióban élek, hiszen a közterek állapota javul, olyan közhasznú épületek, hagyományos épületek felújításának lehettek tanúi ebben a utóbbi néhány évben, mint a Vigadó, vagy a Zeneakadémia, sokat mondhatnánk még, ugyanez igaz a közterekre is, és nem véletlen, hogy ebben az évben, az első fél év során több mint 4%-kal több vendég éjszakát tudhatott magáénak a város, mint az egy évvel korábbi időszakban. 2008-ban visszafele esett a vendég éjszakák száma, most pedig meredeken emelkedik, már 6,5 millió fölött tartunk jóval. Az együttműködés tehát, mondjuk meg őszintén, hogy kiváló, ami pedig a hagyományőrzést jelenti, és ennek a mai rendezvénynek a lényegét, valóban vannak értékes hagyományok, és vannak modern értékek, és ezeket össze kell kötni. Az az egyik legnagyobb baj, ha a múltat, a jelennel és a jövővel nem tudjuk hitelesen és élvezhetően összekötni. Ennek érdekében ez a most már nem először megrendezésre kerülő rendezvény egy nagyon pozitív adalék. Szeretném felhívni én is a figyelmüket a Szeptemberfest 2014 fejezetre, az egészségligetre, vagy azokra a kulináris élményekre, amik nagyon széles spektrumát vonultatják fel a honi kínálatnak. Én szeretném azt kívánni, hogy érezze mindenki jól magát, szeretném biztosítani önöket, hogy a város továbbra is nyitott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködésre, annak tartalommal való megtöltésére és a spektrum szélesítésére. Büszkék vagyunk az eddigi sikerekre, elbizakodottak nem vagyunk, dolgozni fogunk, önök számíthattak ránk, mi is számítunk önökre ebben a munkában. Mindenkinek jó szórakozást kívánok,